Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. június 9-én helyi önkormányzati, európai parlamenti, illetve nemzetiségi választásokat tartottak Kisteleken. Terecskei Erzsébet, a város jegyzője foglalta össze stábunknak a választás eredményeit. 2024. június 9-én Magyarország valamennyi településén választásokat tartottak. Ezen a napon európai parlamenti, önkormányzati, valamint nemzetiségi választások zajlottak. Kisteleken 5972-en 6 szavazókörben tették le a voksaikat, ők már reggel 6 órától egészen 7 óráig szavazhattak. Kisteleken önkormányzati választások is vannak a mai napon. Ön miért tartotta fontosnak, hogy eljön ide ma? Hát azért tartottam fontosnak tulajdonképpen, hogy megválasztok azt, amit mi akarunk. És akkor majd kiderül a végén, hogy hova alakul a dolog. A kisteleki egyes számú szavazókörzetben is zajlanak a szavazások. Ön miért tartotta fontosnak, hogy eljön ide a mai napon? Én a Biblia alapján, ami itt van a hónom alatt, úgy látom, hogy az Úr azt várja tőlünk, hogy vállaljunk felelősséget azért a helyért, ahova ő helyezett, és ennek része az, hogy felelősségteljesen megpróbálunk szavazni azokra az emberekre, akik úgy látom, hogy azt az értékrendet képviselik, és olyan munkát fektetnek be, ami egyezik a bibliai értékrenddel, vagy legalábbis közelít hozzá. Kisteleken 2024. június 9-én önkormányzati választások is voltak. Hogyan alakult ez a nap? Ez a nap aként alakult, hogy a névjegyzékben lévő választópolgárok száma 5969 fő volt, és szavazóként megjelent választópolgárok száma 3493, tehát itt a részvételi arány 58,52% volt, magasabb részvételi arány volt, mint 2019-ben. Volt-e bármilyen rendkívüli esemény ezen a napon? Rendkívüli esemény egyetlen egy szavazókörünkben sem történt. Azt tudni kell, hogy úgy Kistelek településen 6 szavazókör volt. Tehát 6 szavazókörben tudták a választópolgárok leadni a szavazataikat. Reggel 6 órától egészen este 7 óráig adhatták le szavazataikat. Milyen eredményekkel zárult a szavazás? Így van. Én elmondanám, hogy a polgármester választás, illetve az egyéni képviselők választása eredményes volt. A polgármester választás eredménye az alábbi. A legtöbb érvényes szavazatot Nagy Sándor kapta. Ez 1643 érvényes szavazatot jelent. Ez a megjelent választó polgároknak a 47,91%-os szavazatát jelenti. Az egyéni listás képviselők választása is szintén eredményes volt, ahogy elmondtam. Az alábbi 8 jelölt kapta a legtöbb érvényes szavazatot. Ezt olyan arányban szeretném elmondani, amilyen arányban a legtöbb szavazatot kapták. Mészáros Gábor, 1480 szavazat, őt a 43,27%-a megjelent választópolgároknak szavazati arány. Következő Vas Rozália, 1154 szavazata, ő a megjelent választópolgárok 33,74%-a adta rá a voksot. Következő Susánszki, Benjamin Dominik, 1117 szavazata, ez a megjelent választópolgárok 32,66%-a adta le a szavazatát a Benjaminra. Következő Borsik Viktor, 1112 szavazata, 32,51%-a választópolgároknak rászavazott. Következő Domonics János, 1090 szavazata, ez a megjelent választópolgárok 31,87%-os szavazatát jelentette. Következő Farkasné dr. Pignicki Katalin, 1087 szavazatta, ő 31,78%-a a megjelent választópolgároknak szavazott rá. Következő Sejmen József, 1058 szavazattal, ez 30,94%-os szavazatot jelentett a megjelent választópolgárok szavazataiból, és dr. Kunstár Párné 975 szavazata, 28,51%-os szavazati arányjal. Kisteleken ugye megtartásra került a települési roma nemzetiségi
választás is, ugye ott három képviselő jelölt volt, a névjegyzékben 89 fő roma nemzetiség szerepelt, Rostás István Árpád 24 darab szavazatot kapott, Rostás János Kálmán 22 darab szavazatot, és Ferkovics Kitti 16 darab szavazatot kapott június 9-én. A képviselőtestület tagjai mikortól kezdhetik meg munkájukat? A képviselőtestület október 1-jével fog hivatalba lépni. Június 1-től egészen a hónap végéig pályázható még a fiatalok lakhatását segítő projekt, az önkormányzati bérlakás program. A 12 darab kulcsra kész önkormányzati lakásra azok a 18 életévüket betöltött, de 35 évesnél fiatalabb helyiek pályázhatnak, akik Kisteleken képzelik el a jövőjüket. Ők nyertes pályázat esetén 1+1 évig vehetik igénybe a szolgáltatást. Június 1-től ismét pályázható a bérlakásprogram itt Kisteleken. Mit lehet tudni a pályázatról? Ugye az esélyi itthon pályázat keretében sikerült 21 ifjúsági lakást kialakítanunk, és ebből jelenleg 12-re lehet pályázni. Ugye ennek az az oka, hogy ahogy a bérleti szerződések lejárnak, akkor tudjuk az új pályázatokat kiírni. Most ebben a 12 lakásban van a 20 négyzetméterestől az 56 négyzetméteresig, tehát többféle méretben elérhetőek a lakások, és 18 és 35 év közötti fiatalok pályázhatnak. Ugye, azért volt ugye esély itthon, hogy ez a projekt a kisteleki fiataloknak szólt. Ami fontos, hogy kistelekinek kell lenni, tehát kisteleki lakcímkártyával, illetve kisteleki munkahelyel kell rendelkezni annak, aki ezekre az ingatlanokra pályázik. A munkahelyek kapcsán elfogadjuk azt, hogyha valaki ugye még nem itt dolgozik, de már van egy szándéknyilatkozat, hogy föl tudnák venni, amennyiben itt lakna, illetve ugye a munkáltatói igazolást is kell csatolni annak, akinek van munkahelye. A pályázati anyag az a kistelek.hu oldalon elérhető, ott van egy teljes dokumentum, amelyet ki kell tölteni. Nagyon fontos, hogy abban minden kérdésre válaszoljanak. Ugye kell lakcímkártyát csatolni, személyigazolványt, kell iskolai végzettséget igazoló dokumentumokat, ugye munkáltatói igazolást, de ezeken felül, amiket csatolni kell, szükséges, hogy kitöltse azokat a kérdéseket, amik tulajdonképpen szubjektívek, tehát hogy mit tennek Istelekért, esetleg milyen önkéntes tevékenységet tudna a városért folytatni, mert ezek pontozási szempontok. És olyankor, amikor túljelentkezés van a lakásokra, akkor ugye ezek a pontozási szempontok alapján tudjuk sorrendbe állítani a jelölteket, és majd ezt ugye az aktuálisan a képviselőtestület fogja eldönteni, hogy ki kapja meg a lakásokat. De ugye az alapfeltételeknek, amelyeket a pályázat előírt, mindenkinek meg kell felelni. A lakásokat 1+1 évre lehet pályázni. Ez azt jelenti, hogy aki most kap támogatást, az egy évre egy fixen szerződést köt az önkormányzattal, majd ha úgy gondolja, hogy szeretne még egy évig maradni, akkor ezt jelzi, és a következő évre automatikusan meg lehet hosszabbítani a szerződését. Ugye fölmerül sokszor, hogy miért nem lehet két évnél tovább. Nagyon egyszerű, ezt a pályázat kiírója így határozta meg, ez egy minisztériumi előírás, addig, ameddig a pályázat fenntartási időszaka tart, addig két évnél tovább az ifjúsági lakásokban nem lehet lakni. Valamilyen szinten érthető is, mert ugye minél több fiatalt szeretne a pályázat kiírója esélyhez juttatni, és ebben az ingatlanokban ingyenesen lehet lakni, tehát a rezsit kell kifizetni, ezért én azt gondolom, hogy valamilyen szinten reális is, hogy nem lehet itt végtelenségig itt élni, hiszen azzal elvesszük másoktól a lehetőséget. Nagyon örültünk, mikor volt ez a pályázat, mert azért Kisteleken a lakhatás mindenki számára probléma, de a fiataloknak különösen, és nagyon sok közös élet kezdődött itt, volt, hogy kisbabák születtek ide, és utána innen tudtak a családok elindulni, kiröppenni. Nagyon sokan azért megoldják, hiszen a két év alatt vesznek egy ingatlant, elkezdik felújítani, rendbe teszik, tehát azért a nagyobb részt meg tudják oldani a két év alatt a fiatalok. Aki nem, és kérelemmel fordul az önkormányzathoz, alapjába véve még mindenkinek próbált az önkormányzat megoldást találni, ugye egy más, tehát szociális lakásba, vagy a fecskeházakba, hogy senki sem maradjon úgymond fedél nélkül. Milyen felszereltségű lakások várják itt a fiatalokat?
A lakások felszereltek, tehát van bennük fürdőszoba, ágy, szekrények, konyhabútor, tűzhely, hűtőszekrény, még számítógép, illetve számítógép asztal is található. Ezeket ugye nyugodtan tudják használni, és egy a lényeg, hogy mikor lejár az időszak, akkor ugye ezeket itt kell hagyni. De természetesen volt már arra is példa, hogy valaki azt mondta, hogy a saját ágyát szeretni, akkor azt is behozhatja, és akkor ugye ezt, az itteni ágyakat le tudjuk vinni a raktárba. Tehát volt már erre lehetőség, de én azt gondolom, hogy igazából aki ide akar költözni, az szinte csak a saját homiát idehozza, akkor már be is pakolhat, és megkezdheti az új életét. Meddig lehet pályázni még? Ezekre a lakásokra most a július 1-ig lehet pályázni. A pályázatot a Csőz Tamás kollégámnál kell leadni, az önkormányzat épületében. Addig, ha bármilyen kérdésük van, akkor a csőz.tamás@kistelek.hu vagy az én e-mail címemen a vas.rozalia@kistelek.hu e-mail címen lehet érdeklődni. A Tamást még lehet hívni a 625-98-114-es számon is. Én meg válaszolok szívesen Messengeren is, tehát engem meg akár azon is lehet keresni, ha kérdés van. Esetleg a dokumentumokkal kapcsolatban, akkor szívesen segítünk, az a lényeg, hogy minden legyen, és inkább kérdezzenek, mint hogy valaki azért kerüljön elutasításra, mert mondjuk a tartalmi szempontoknak nem felelt meg, nem adott be egy dokumentumot. Június 7-én pénteken a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös szervezésében kiszállásos véradás volt a Klebersberg Művelődési Házban. Sok véradó hős mentett életeket ezúttal is Kisteleken. Összesen 54-en jöttek össze, és nyújtották segítő karjukat, köztük 4 első véradó. A Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében itt Kisteleken véradás van a mai napon. Hogyan adhatnak vért? Milyen iratokra van szüksége a véradóknak? Mindenki, aki egészségesnek érzi magát, adhat vért. 18 évet be kell, hogy töltse, és ne legyen még 65 éves. Minimum 50 kiló szükséges a véradáshoz, tehát el kell érni az 50 kilós testsúlyt. Igazából, ami még nagyon fontos, hogy itt kell, hogy legyen mindenkinek a személyigazolványa, a lakcímkártyája és a tajkártyája. Lehetőség van előregisztrációra, ami azt jelenti, hogy lehet időpontot foglalni interneten, de ez nem kötelező, itt a helyszínen is lehet simán regisztrálni. Miért fontos felhívni a figyelmet a véradásra? Igazából azért, mert a vér mással nem pótolható, nem lehet helyettesíteni mesterséges úton. Folyamatosan történnek sajnos balesetek, amik miatt szükség van a vére, és hát ugye tudnunk kell, hogy nagyon sok a beteg, aki műtétre vár, és ehhez mindhez vérre van szükség. A nyári időszakban kiemelten fontos a véradás, ezt elmondhatjuk? Igen, abszolút. Ilyenkor nagyon sok a szabadságolás, nagyon sok véradónk dolgozik mezőgazdaságban, ami miatt nem tud jönni, akadályoztatva van, viszont ilyenkor is szükség lenne a vérre, és ezért fontos, hogy minél több kitelepült véradást tudjunk szervezni. A véradást jutalmazzák is. Milyen jutalmakat kapnak azok, akik bátran vért adnak? A szokásos csokoládé és víz mellett adunk mindig makói hagymatikum fürdőbelépőt, morahalmi fürdőbelépőt, kapnak 1000 forintos étkezési utalványt is az Országos Vérellátó Szolgálattól. Mi pedig ugye a makói hagymatikum fürdőbelépő mellett mindig próbálunk kisebb ajándékokat és adományokat szerezni a véradáshoz. A kihelyezett véradópontokon kívül központilag is történhet véradás, egészen pontosan hol? Szegeden a Honvéd tér 4 szám alatt, ott van az Országos Vérellátó Szolgálat, ott tudnak az véradók vért adni a hét minden napján, hétfőtől péntekig. Hétfő, kedden és pénteken délelőtti véradásaink vannak, szerdán és csütörtökön délutáni. Nagyon fontos tudni, hogy szükséges ehhez mindenféle irat, személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya ahhoz, hogy vért tudjanak adni. Sokan tartják fontosnak, hogy a mai napon vért adjanak. Ön miért tartja fontosnak, hogy vért adjon? Épp most beszélgettünk a hölgyel, aki itt a vérvételt intézi mellettem, hogy pár napja volt egy motoros baleset itt Kisteleken, és önkéntes tűzoltóként ott volt a helyszínen, és hát a sérült ellátása közben szükséges volt, hogy vért kapjon a nagy mennyiségű vérveszteség miatt. Ezzel együtt sem sikerült megmenteni sajnos az életét, de ott így most már 53. véradáson eddig is egyértelmű volt, hogy ez miről szól, de ezt most így első ízben test közelből, nagyon közvetlen közelről láttam, hogy mi annak a vérnek a felhasználása, amit ilyenkor, ugye véradáskor adunk és összegyűjtenek a vérellátó szolgálatnak a munkatársait a helyszínen. Szóval ez úgy elég nyomatékos volt számomra, hogy igen,
továbbra is, ha egészségi állapotom engedi, akkor jövök, és még szeretnék sokáig vért adni. És ön szerint mennyire fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban is azért jöjjenek az emberek vért adni? Hát én úgy gondolom, hogy fontos, hogyha ebben így a Kistelekvárosi Televízió is tud segíteni, akkor már megérte itt lenni, és már megérte nekem is mondani pár gondolatot. Igen, egyébként azt, amit most elmondtam itt a televíziónak, ezt szerintem legalább 50 embernek elmondtam itt az elmúlt napokban, így sokszoros véradóként talán hiteles is vagyok ebben a dologban, úgyhogy igen, tessenek jönni vért adni, mert sose lehet tudni, hogy kinek mikor lesz rá az életében, vagy az életben maradáshoz szüksége erre. 2024. június 17-től karbantartási és takarítási munkálatok miatt zárva tart a kisteleki termálfürdő. A várhatóan 4 napig tartó karbantartás során az összes medence vizét kicserélik, a medencék falait átvizsgálják, és szükség esetén a javítást is elvégzik. Ezeken a napokon a fürdő látogatókat nem fogad, ám június 21-től a megszokott nyitvatartás mellett várják újra a fürdőzivágyókat. Június 17-től 20-áig a kisteleki gyógyfürdőben karbantartási munkálatok lesznek. Ezeken a napokon a fürdőzők nem vehetik igénybe a fürdőt. Mivel készülnek önök? Ez pontosan így van. Elérkezett a következő leállásunk időpontja, ugye ez év januárjában egyszer ez már megtörtént. Pontosan fél évre rá ugye az ANTS-nek is a határozataihoz képest fél évre rá ugye ismételten teljes vízcserét kell hajtanunk az összes medencében. Ez komoly munkával jár, ezért 4-5 napig ugye le kell állítanunk a fürdőt. Természetesen, illetve sajnos a fürdővendégek, illetve az úszni vágyó és tanuló gyerekek sem látogathatják egységünket. Ebben az időszakban karbantartási munkálatokat végzünk, amely a gépházat nagyon nagy mértékben érinti, az összes működő szivattyút karbantartjuk, az összes homokszűrőt, amivel a medencék vizét tisztítjuk, ezek is karbantartásra szorulnak, illetve ezen kívül hát a burkolatokat, illetve a medencék csempézetét vizsgáljuk át, baleset veszélye miatt ugyanis vághat, hasíthat, csúszhat, ezeket próbáljuk kiküszöbölni. A medence mennyiségén, nagyságától függően megvan határozva az ANTS által, hogy hány százalék friss vizet kell adni. Ez az úszó medence esetében 5% friss víz per nap. Mondjuk 250 köbméter esetében, ugye akkor az azt jelenti, hogy 10 köbméter friss víz per nap. És akkor fél évig ugyanaz a víz van benne, és az attól rosszva meg kell. Igen. Az automatikus vegyszerező, ugye a panelek, amiket látunk a gépházban, ez ugye automatikus módban érzékeli, hogy mennyire van szükség a vegyszerre, mennyire terhelt az adott medence a fürdőzők által. És ezáltal ugye pótolja a hiányzó vegyszert. Mikortól vehetik igénybe újra a fürdőzők a gyógyfürdőt? 21-én, június hónap 21-én pénteken 10 órától várjuk kedves vendégeket. Bízunk benne, hogy addigra a teljes megszokott, felfűtött, jó hőmérsékletű vízzel tudjuk fogadni a régi és új vendégeinket. 2024. szeptemberétől a megnövekedett gyermeklétszám miatt újabb óvodai csoportot indít a Hétszínvirág óvoda. A részletekről Sejben Józsefet, az intézmény vezetőjét kérdezte stábunk. Lezárult az óvodai beiratkozás, és rengetegen iratkoztak be idén, egy új csoportot is kellett létrehozni. Hogy alakult ez? Így van, tehát a 2024-25-ös tanévbe a két kisteleki óvodába 3 kis csoport indul, ide iratkoztak gyerekek. A Szivárvány óvodába most egy csoport tud indulni, mivel egy nagy csoportban lak ki, viszont a Hétszínvirág óvodába ott 2 kis csoport fog indulni. Ezekre a férőhelyekre jelentkeztek gyerekek, és nyilván ugye a törvény azt írja elő, hogy aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, ezeknek kell beiratkozni, és őket kötelezően fel kell, hogy vegyem, tehát ezzel nincs is probléma. Itt ebbe az egy csoportba, a Szivárvány óvodába 25 gyereket föl tudtuk tölteni, úgy, hogy ide nyilván ennél sokkal nagyobb volt az igény, de leszűkítettük, akik
lakcímileg Tóaj utca, Hársfa utca, nagyon a falu szélén vannak, azokat nyilván nem a Hétszínvirág óvodába írattam be, hanem azok jöttek ebbe az óvodába. A többieknek viszont vannak olyanok, akik a Petőfi utca, meg a városközponthoz közel laknak, azok már a Hétszínvirág óvodába tudtak bekerülni. És jelenleg itt tartunk, hogy ezek a határozatok kimentek, tehát aki kötelezően föl kell vennem, az mindenki föl van véve. Annyit kell még tudni itt, hogy a nyár folyamán ugye itt még nem minden 3 éves iratkozott be, tehát nekem a fiatalabbakat, tehát azokat, akik szeptemberben, októberben, novemberben vagy esetleg decemberben töltik majd csak be a 3. életévüket, csak abban az esetben tudom őket fölvenni, ha én minden 3 évesnek már, tehát akik augusztus 31-ig betöltik a 3-at, azokat fölvettem, tehát még muszáj várni, mert mindig minden évben van olyan szülő, aki jaj, elfelejtettem beiratkozni, jaj, ide költöztem Kistelekre közben, de már 3 éves elmúlt a gyerekem, akkor kötelező az óvoda, nevelésbe ide került a gyerek, vagy örökbe fogadták, tehát meg ide költöztek, tehát ilyen lehetőségek vannak, és ezért most még nem merem azt mondani, hogy a 2,5 éveseket is tutira föl tudom venni, meg ugye arra is kell számolnom, hogy tanév közben is jönnek ide gyerekek, és hogyha 3 évet betöltötte, akkor az kötelező fölvennem, és hogyha most már föltöltöm úgy a csoportokat, hogy fullra, akkor már nehéz azokat, akiket kötelezően fölvenni. Tehát ezért van ez, hogy most kicsit várunk, megvárjuk az augusztus 20-át, és addigra látni fogjuk, hogy mennyi gyereket tudunk fölvenni. Amit tudok most mondani, hogy a Hétszínvirág óvodában, ahol 2 csoport indul, tehát 2x25 maximális létszáma számolva az 50 férőhely, oda 37-36-an jelentkeztek. Tehát van még férőhely. És hogyha megvárjuk a nyarat, és újabb 3 éves nem iratkozik ide, nem költözik ide, nem fogadnak nevelésbe, és nem mindenki bekerült már, akkor ezekre a helyekre a 2,5 éveseket, tehát a szeptember, október, november, decemberi gyerekeket közül is, aki elfogadja, hogy a Hétszínvirág óvodában tudom csak felvenni, akkor oda föl tudom venni. Figyelembe véve azt is, hogy vannak olyan gyerekek, akik sajátos nevelésűek, aki lehet, hogy 2-nek számít, 3-nak számít, ezt figyelembe véve mondom, egy 5-10 gyerek, akkor még őket majd még föl tudunk venni szeptember 1-jéig. Azok a szülők, akik még valamilyen oknál fogva nem íratták be a gyermekéket, vagy elfelejtették, vagy még költözés alatt állnak, ők meddig tehetik meg ezt? Hát nyilván egész nyáron, tehát ugye az óvodák, hál' Istennek, nem vagyunk zárva sose, tehát azt tudom, hogy most a Szivárvány óvoda júliusban lesz 4 hétig zárva, július 27-én viszont már kinyitunk, ügyeletbe leszünk, a Hétszínvirág óvoda az javarészt augusztusban lesz, az augusztus első 3 heten, meg ott július végén lesz zárva, de el tudnak bennünket érni, az elérhetőségeink azért megvannak, és a más nem, mondom, még van, aki augusztus 20-a utáni héten, amikor már mind a két óvodában dolgozunk, akkor is bent vagyunk. Még hogyha akit kötelező fölvennem és jelentkezni fog, azt nyilván föl is kell, hogy vegyem. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben egy nemzetközi karate versenyre látogathatnak el. Farkasné dr. Pignicki Katalin hasznos információit hallhatják a birtokvédelemről, illetve Bozsóki Boglárka és Csekő Róza diplomahangversenyét is meghallgathatják. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!